Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Csámpai Attilát, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét. Üdvözlöm sok szeretettel. Üdvözlöm én is Önt. Idén még nem beszélgettünk, de úgy zártuk a tavalyi évet, hogy nagyon sok jó tanácsot adott nekünk arra, hogy az ünnepek alatt mire figyeljünk oda, illetve az évvégi óév búcsúztatásnál. Ehhez képest mennyire voltunk szabálykövetőek, és mennyire adtunk sok munkát Önöknek? Én azt gondolom, hogy célba értek a jó tanácsok, hiszen azért egy jó hírral kell, hogy kezdjem. Karácsonyfatűz vagy adventi koszorú által keletkezett tüzek nem voltak a megyében. Az azt jelenti, hogy karácsony ebből a szempontból békésen telt, eddig január közepéig sem volt ilyen jellegű tűzeset. Mi bízunk benne, hogy nem is fog lenni, bár még azért sok helyen láttam még karácsonyfát, és azért nem mindenki bontotta le 6-án. Ilyenkor azért azt figyelembe kell venni, hogy roppant veszélyes, főleg, hogyha élő fáról beszélünk. Elvesztette már azt a nedvesség tartalmát, ugye, ami decemberben még esetlegesen megvolt, és tényleg valóban ilyenkor a legveszélyesebb, akár egy csillagszóró szikrájától képes kigyulladni, meggyulladni a fa, úgyhogy fokozott figyelemmel kezeljék ezeket az tárgyakat, illetve maga a fenyőfákat. A szilveszter az mennyire volt veszélyes, vagy mennyire tartottuk be a szabályokat, amit a rendőrség is folyamatosan kért tőlünk? Szerencsére ez is jobbnak indult ez az év, mint a többi évhez képest, hiszen tulajdonképpen egy tucat alatt volt azok a tűzoltói beavatkozások, ami tűzijátékkal kapcsolatosan. Ez egy tényleg egy jó hír és örömteli, bár szoktuk mondani, egy is nagyon sok, de ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve ezelőtt egy komplett lakástűzzel kezdtük az évet, tűzijáték helytelen használatából következően, idén ez elmaradt szerencsére, tényleg kisebb jellegű tűzesetek voltak. Én azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, bízunk benne, hogy ez a tendencia meg is marad, és nem lesz nagyobb tűzesetek, akár mondjuk szilveszterkor, vagy azt követő napokban. Azért ezt nagyon jó hallani, hogy az információk azért előbb-utóbb csak célba érnek, és igyekszünk erre odafigyelni, reméljük, hogy ez így marad a jövőben is. Azonban nem tudunk elmenni amellett, hogy a tél van, ennek mindenféle hozadékával, pozitív és negatív előnyével. Sokan ilyenkor a téli sportok kedvelői közül korcsolyázni indulnak, de milyen szabályokat kell betartani, hol lehet és hol nem, talán ez a legelső, amit tisztázni kell. Igen, mindenféleképpen, ugye nyílt vízen tilos a korcsolyázás, ugye egyértelműen azt gondolom. A tavakról kapcsolatosan nem minden tó van teljes mértékben átfagyva. Ugye vannak olyan tavak, amin abszolút szigorúan tilos is korcsolyázni, de ez általában azért kiszokták írni, és ki is van téve, ki van táblázva, hogy hol szabad és hol nem. Ahol engedélyezett, ott azért engedélyezett, mert azt gondolom, hogy minden nap átvizsgálják, hiszen van egy tónak tulajdonosa, felelőse, aki megvizsgálja a tónak a jegét. Hogy ez minden nap változhat, ugye fölmelegedik az időjárás, éjszaka lefagy, tehát ez vagy hízik, vagy gyengület a jég vastagsága. Ezt minden nap ellenőrizni kell. Meg kell nézni, hogy alkalmas-e a korcsolyázásra. Ahol nincsen kitáblázva, tehát ahol nincsen kitáblázva és nem engedélyezett, ott szigorúan tilos, nem véletlen. Rengeteg olyan esemény történt az elmúlt években, hogy tilos helyen korcsolyáztak, és ebből következett be kisebb-nagyobb balesetek. Ennek elkerülés érdekében tartsuk be a szabályokat, és tényleg ne korcsolyázzunk ott olyan helyeken, ahol tilos. Mi van abban az esetben, hogyha nem pont korcsolyázni megy valaki, hanem csak mondjuk kutyát sétáltat, és a kutya megy be a jégre? Ilyen esetben mi a teendő, hiszen gondolom, hogy megijed a kutya is, hiszen nem biztos, hogy talál a lába alatt, és mit tegyen a gazdi? Igen, tehát azért minden állattartó azért félti az állatját, a kis kedvencét, ez jogos. Én azt gondolom, hogy ha mégis ilyesmi történt, hívjanak szakembert, hívják a tűzoltókat. Ugye a tűzoltóknak megvan az a speciális felszerelése, amivel ők be tudnak menni, akár a tó jegén is tudnak közlekedni, és ki tudják hozni a beszaladt házi kedvencet, vagy kutyát, vagy állatot. De ha mégis, ha nagyon... Tehát mi úgy szeretnék, és nem türelmetlen vagyunk, és szeretnék kimenteni, mindenféleképpen győződjünk meg a tó jegének a vastagságáról, bár ez lehet változó is, hiszen lehet, hogy az a tónak a szélén elég vastag, de bejebb már vékonyabb, tehát ezért veszélyes a közlekedés. Faággal, vastag faággal tudjuk kopogtatni a tónak a jegét, vagy éppen nem a testfeletünk teljes felületével súlypontot ráhelyezve a tóra közlekedjünk. Hát
főleg hasoncsúsz, hogy ilyen pózban tudjuk megközelíteni ezt az állatot, de inkább én azt javaslom, hogy hívjunk szakembert, és a tűzoltók ki fogják menteni. Önöknek hatalmas nagy rutin és összehangoltság szükséges ahhoz, hogy egy-egy ilyen bevetést meg tudjanak csinálni, úgyhogy ne sérüljön meg senki, és a lehető legkevesebb emberélet legyen veszélyben, illetve mindenkit kihozzanak, aki bajba jutott. De önök hogyan tudják ezt gyakorolni? Milyen lehetőségeik vannak erre, hiszen ez nem egy mindennapi élethelyzet? Nem, ugye időjárás függő a mi gyakorlatunk. Most éppen kedvező az időjárás, hiszen 0 fok környékén vagy az alatti hőmérséklet van, és éppen napokban zárult le például Vácon egy jégrömentési gyakorlatot hajtottak a készenléti állomány. Pontosan azt a mozzanatokat, az a mozzanatsor gyakorolják be a tűzoltók, vagy éppen a speciális eszközöket próbálják ki, hogy a tó jegéről hogyan lehet a legbiztonságosabban és a legrövid időbb alatt kimenteni, akár állatot, akár embert. Ugye 2018-ban a váci tűzoltók kaptak egy új mentőeszközt, most éppen ennek a tesztelése és kipróbálására is lehetőség nyílt. Ahogy említettem, mind a 3 nap, mind a 3 csoport legyakorolta, végignézte azokat a mozzanatokat. Ha esetlegesen riasztásra kerülnének ilyen jellegű esethez, akkor tényleg zökkenőmentesen tudják végrehajtani ezt a feladatot. A térről már ugye sokat beszéltünk, de még mindig maradjunk a télnél, hiszen a közlekedésben is jelenthet veszélyt az, hogy éjszaka lefagy, ami nappal felolvad. Itt mit tanácsol az autósoknak? Igen, azért azt jól láttuk, hogy azért leesett a hó, és tényleg valóban télies időjárásra fordult az idő. Az azt jelenti, hogy említette, hogy azért nappal lehet 0 fok fölött, azért éjszaka általában 0 fok alá csökken a hőmérséklet, illetve hó is nehezítette a közlekedést. Nagyon jól láttuk, tehát, hogy az első hónál, illetve a havas időszakban rengeteg olyan pálya út elhagyásos baleset történt, hogy főleg az autók megcsúsztak, árokba csapódtak, felborultak. Szerencsére nagyobb sérülések nem keletkeztek, azonban ezek is a balesetek is ugye okoztak gondot. Oda kell figyelni, fokozottan be kell tartani a sebességet, még jobban, még óvatosabban kell közlekedni, tehát nem rutinszerűen, hiszen ahogy említettük, változnak az útviszonyok, és főleg hajnali vagy késő éjszakai órákban, azért még a közlekedés nehezíti a pára, köd, csúszós útszakaszok, nehezen látható szakaszok, és bizony oda kell figyelni, és nem csak az autósoknak, hanem a közúton közlekedőknek lehet ez akár kerékpáros, gyalogosan, vagy éppen a tömegközlekedés eszközön, hiszen a tömegközlekedés eszköz is úton közlekedik, és bizony, mondjuk ott meg be kell kalkulálni, hogy forgalmi dugók alakulhatnak ki, megnövekedhetnek az útviszonyok, tehát kellő türelemmel kell most lenni. Az is nagyon fontos, hogy ebben a hideg időben nagyon erős széllökések vannak most, és ez a menet stabilitást is megváltoztatja. Mire figyeljünk, meg fák dőlhetnek ki? Mondjuk most már kicsit elnyúlt a szél, de azért az elmúlt napok időjárása gondolom azért önöknek is okozott némi feladatot. Szerencsére kisebb jellegű eseményekhez kellett vonulnunk, főleg inkább leszakadt ágakhoz. Egyetlen egy olyan esemény volt, ami külön technikát kellett bevetnünk, egy szobon a templom tetejét megbontotta a bádoglemezt az erős szél. Itt tűzoltó technikával, egészen pontosan a létrával nem lehetett megtelepülni, hiszen az erős szélben itt a létrát sem lehet munkavédelmi szempontból használnunk. Ugye alpin technikai módszerre kellett eltávolítani ezt a lemezt. Tehát ilyen jellegű eseményeink voltak. Én azt javaslom ilyenkor, ugye, aki környezetében, mondjuk az udvarán, ház előtt van száraz fa, és látjuk, hogy abban már nincsen élet, mondjuk ez már tavaly nyáron látszódott, hogy az a fa sajnos elpusztult, és nem tudunk vele mit kezdeni, akkor azt ki kell vágni, vagy ki kell vágatni, ezzel is megakadályozhatjuk azt, hogy ilyen erős szélben az kitépje, vagy éppen leszaggassa az ágait, és bizony, önmagunkat is, mert egy-egy bosszúságtól is megmenthetünk, hiszen egy-egy leszakadt ág gyakorta magával rántja a felső vezetéket is, és bizony ilyenkor áramkimaradás van, nem csak nálunk, hanem az egész utcában, vagy esetleg több utcát is érintheti ez. A másik, ami még a téllel kapcsolatban merül fel folyamatosan, és nagyon sokszor hívták már fel rá önök is a figyelmet, ez pedig a szénmonoxid érzékelők használata. Milyen típusú eszközökhöz jó lenne ezt használni? Mihez kellene használni, illetve hogyan használjuk? Miért vásároljunk? Már sokszor elmondtuk, de szerintem nem elégszer.
Igen, egy mondattal kanyarodjunk, azonban egy nagyon fontos témához is vissza fogunk ide térni. Az Országos Katasztrófai Főigazgatóság kiadott most egy számot, tehát összesen 350 tűzeset volt most országosan. Ez nagyon magas szám. Ugye az eseteket nézzük, ez mind épített jellegű tűzeset, tehát lakóházban keletkeztek. Nagyon fontos, tehát hogy ezeknek ugye többet vagyunk otthon, többet tartózkodunk otthon, ugye tél van, kevesebbet vagyunk, ezáltal megnövekedik az ilyenkor az, akár a szénmonoxid mérgezéseknek a száma, de mondjuk a lakásüzeknek is a száma. Ugye ez mind megelőzhetőek lennének. Ugye az eszközök, fűtőberendezések, hozzátartozó kémény elvezetőknek a karbantartása, tisztítása, ezáltal megakadályozhatjuk, vagy megelőzhetjük a kéménytüzeket, illetve a szénmonoxid visszaáramlást is. Külön még védekezhetünk a szénmonoxid ellen szénmonoxid érzékelőknek a felszerelésével, hiszen ezeknek az eszközöknek pont az a szerep, hogy már a legkisebb dózis, a legkisebb mértékben is már jelzi, hogy baj van, gond van, és elkagyni az épületet, illetve ugye modern technika építészetben is, ugye nagyon jó záródó nyílászárók vannak, ezáltal ugye kevesebb levegő jön be a lakásban, tehát a sűrű szellőztetéssel is hozzá járulhatunk ezzel, és ahogy említettem, maga fűtőberendezéseknek, eszközöknek a karbantartásával, átvizsgálásával. És akkor térjünk rá arra, hogy esetleg volt-e az elmúlt időszakban ilyen jellegű riasztásuk? December hónapban volt szénmonoxid mérgezés a megyében, volt úgy, hogy egy komplett családot kellett, tehát egy öttagú családot kellett a mentőknek elszállítani, tehát nem játék. Ugye a szénmonoxid a szintelen, szaktalan, alattomos gyilkosnak is szokták nevezni. Érzékelő használatával én azt gondolom, hogy ez megelőzhető és védhető, illetve az előbb elmondottak alapján figyeljünk oda, figyeljünk környezetünkre, önmagunkra, és én azt gondolom megakadályozható lehetnek ezek az események. Milyen tünetek lépnek fel ilyenkor? Tudom, hogy ez nem konkrétan az önök feladata megállapítani, de hogy mégis mire figyeljenek az emberek? Az a gond ugye, hogy ha szénmonoxid érzékelő nincs a lakásban, és mondjuk jelentkeznek a tünetek, abszolút olyan tünetekkel, mint egy rosszul létre gondolok, hogy fejfájás, hányinger, tehát semmi olyasmi jel nincs első körben, ami szénmonoxid mérgezésre okozhat, vagy arra utalhat. Viszont, hogyha kimegyünk a szabadba, és ezek a tünetek elmúlnak rövid időn belül, akkor már kezdhetünk gyanakodni, hogy valószínűleg szénmonoxid mérgezés szenvedhettünk, vagy történhetett. Ilyenkor hívjuk a tűzoltókat, szakembereket, ők méréseket fognak végezni a lakásban, és ki fogják mutatni, vagy éppen nem, hogy volt-e a lakásban szénmonoxid jelenléte, vagy nincs. Nagyon sokat beszéltünk most nagyon sokféle témáról, és a tüzeket is említettük. Mi a helyzet a lakástüzekkel? Mennyire jellemző ez a környékünkre? Ugye Budakalászon szerencsére nem volt, ha jól tudom. Nem, kémény tűz volt decemberben, több is, tehát kellett vonulni a tűzoltóknak, illetve gépkocsi tűz volt még itt a környéken, szerencsére lakástűz nem volt. Azonban ez nem azt jelenti, hogy nem kellene odafigyelni az embereknek. Hogy említettem, nagyon magas a szám, nagyon sok lakástűz vagy ilyen jellegű tűzeset van országosan, megyénkben is, sajnos történt már halálos tűzeset is. Ezeket megelőzhetőek. Szintén nagyon hasznos eszközzel az a füstérzékelőknek a használatával, illetve odafigyeléssel. Legtöbb tűz gondatlanságból, nyílt láng használatból keletkezik, illetve elektromos meghibásodásból. Nagyon sok és vezető szerepet játszik ilyenkor ugye a konyhatüzek vagy az ilyen jellegű tüzek, illetve még mindig vezető szerepet játszik a kéménytűz, illetve ezáltal kialakult tetőtüzek. A kéménytüzekre egy kicsit térjünk akkor ki, hogyha ez így nálunk is előfordult, hogy mi okoz kéménytüzet, a helytelen tüzelés, vagy a nem megfelelő tisztítás, hogy nem tisztítatjuk elég sűrűen? Hát igen, mi azt vettük észre, hogy főleg azoknál a kéményeknél keletkeznek a tüzek, amelyek nem voltak karbantartva. Ugye azt tudni kell, hogy a szilárd tüzelésű kémények, illetve füsteveződő berendezéseket, eszközöket évente vizsgáltatni kell. Ugye 2018. január 1-ével változott a jogszabály olyan mértékben, hogy nem a kéményseprő fog most már papírokat bedobálni a postaládába, hogy akkor fog érkezni, hanem a tulajdonosnak kell saját maga kérni a kéményseprőt. Sokan ezt tavaly nem tették meg.
kell. Tehát ezeket az eszközöket évente át kell vizsgáltatni. Amely kémény nincsen átvizsgálva, ott sajnos ugye lerakódik a kátránykorom, és bizony az intenzív használat következtében ugye nulla fok alá esett a hőmérséklet, mindenki fűt és természetesen jogosan használja ezeket az eszközöket. Az intenzív használat következtében bizony képes felmelegedni, áthevülni, és a lerakódott kátrány kigyullad. És ugye egy-egy kigyulladt kéményből adódhatnak tetőtüzek, esetleg komplett családi háztüzek is. Maradjunk akkor még egy kicsit itt ennél a témánál, hogy mi a tapasztalat, mikor érdemes kérni ezt az átvizsgálást? Gondolom nem a fűtési szezon kellős közepén. Tulajdonképpen bármikor kérheti az állampolgár, ez nincsen időhöz közben. Természetesen célszerű fűtés szezon kezdete előtt, de ugye a jó magyar szokás, hogy mindenki akkor szeretné, és akkor nincsen éppen szakember. Azért mi azt javasoljuk, hogy az év bármelyik időszakában kérheti a szakemberek segítségét. Ők ki fognak menni, át fogják vizsgálni, ha kell, ki fogják tisztítani, és ugye nem csak a kéményt fogják ellenőrizni, hanem maga a fűtőberendezést, illetve hogyha van szénmonoxid érzékelő, azt is meg fogják nézni, hogy működik-e, kellően működik, úgy működik-e. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs idővalomhoz kötve, bármikor kérhető, és ők fognak menni időpont egyeztetés követően, és meg fogják nézni. Év eleje van, és ez azt is magával hozza, hogy ilyenkor nagyon sok fiatal áll a továbbtanulás előtt. Mi a helyzet, hogy mennyire van szükség a katasztrófa védelmen belül új munkaerőre, hogy esetleg, ha valaki fiatalt meg tudunk ezáltal szólítani, akkor ezt most meg tudjuk tenni? Természetesen várjuk a fiatalokat. Most februárban fog indulni egy képzésünk, arra már megvan a megfelelő létszám. Ebben az évben újabb képzést fog majd indítani a BM. Ide várjuk majd a fiatalokat, folyamatosan az év bármelyik napján lehet jelentkezni. Ugye a Pest megyei katasztrófa igazgatóság honlapján fent vannak a feltételek, mi alapján ki lehet tűzoltó, illetve hol várjuk a jelentkezéseket, de bárki meg kérdése merülne fel, van telefonszám elérhető, munkaidőben felhívható, és a kolléganők hasznos tanácsokkal fogják ellátni az érdeklődőket. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy sok fiatal él ezzel a lehetőséggel majd a közeljövőben. És azt is köszönöm, hogy befáradt ide hozzám a stúdióba, és mindezeket az információkat megosztotta velem és a nézőkkel is. Én is köszönöm a lehetőséget. Vendégem volt Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!